Flóra fogyatékos gyermekek és nevelőik természetbarát és tájvédelmi egyesülete 21. alkalommal rendezte meg a hagyományőrző és hagyománytápoló mesemondó, népzenei és meseillusztrációs találkozót a József Attila Művelődési Központban. A program ünnepélyes megnyitóval kezdődött, majd a versenyzők színes produkciókkal mutatkoztak be. Erről készült összeállításunkat az első részben láthatták. Az esemény délután a meseillusztrációs tárlat megnyitásával és díjazásával folytatódott. Egy nagyon nagy eseményre gyűltünk most össze, hiszen ennek a találkozónak egy részét képezi a ti alkotásaitok, amelyek a lelketeket mutatja meg. Kosztolányi Dezső mondja, hogy mostan színes tintákról álmodom. Ebben az előtérben megálmodtátok a lelketeket a mesék világából, amit ti szerettetek volna elérni. Az alkotásokat dr. Barabásné Morvai Tímea, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola vezetője értékelte. Nem csak a pályamunkák beadása és a zsűrizés miatt, hanem azért is, mert a mese, az illusztráció az iskola mindennapos munkájának szerves részét képezi. A fantázia, a képzelet fontos eleme a gyermeki alkotásnak, ami egyben a világ megtapasztalásának, a benne történő dolgok megismerésének, és egy olyan várfaja, ami sajátos szűrőn keresztül az egyén, a gyermek gondolatait, érzéseit jeleníti meg. Ha jobban megfigyelünk egy-egy illusztrációt, akkor a meseválasztás mellett, ami eleve sokat mondó, az is meghatározó, hogy a mese melyik része hatott úgy az alkotóra, vagyis a gyerkőcre, hogy érdemesnek tartsa azt a megörökítésre. De ha nem ugyanazon mese, ugyanazon részét is rajzolják a gyerekek, az teljesen biztos, hogy minden munka más és más lesz az egyéni látás miatt és az egyéni nézőpont miatt. A résztvevőket dr. Bablena Ferenc, a Nógrád vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte. Azon kívül, hogy itt ezeket a rajzokat én végignéztem, és láttam azt, hogy mit tükröznek és mit mutatnak, mennyire előjön a gyerekekből az az érzés, ami kiskorban nagyon fontos. Olyan verseket mondtak el, a legutolsó kisfiút meghallgatva, bevallom, könyvbe lábadt a szemem, miután 5 perces verset mondott, aminek a vége az volt, hogy az apa hogy tanítja meg a fiát beszélni, nagyszerű és kiváló tehetségeket rejtő megnyilvánulások voltak. Ez ad erőt, kell, hogy adjon erőt valamennyi helybeli, Nógrád megyei és alvótaljáni környékbeli embernek, hogy igenis van jövőnk, van mit tennünk, hiszen ezek a fiatalok fogják továbbvinni azt, amit az idősek létrehoztak. A köszöntőket követően kiosztották a díjakat. A program egy közös táncázzal zárult a főtéren.